sport és családi napot szervezett a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei gyermek és ifjúsági önkormányzat és a Központ Ifjúsági Egyesület. A rendezvény hagyományteremtő céllal indult Nyíregyházán 8 éve, de Budapesten előtte már több éve megrendezték. Idén a nyíregyházi Bárczy Gusztáv általános és készségfejlesztő iskola adott otthont a rendezvénynek. A Fussa fényben sport és családi nap célja, hogy felhívja a figyelmet arra a fontos ügyre, amit úgy hívunk, hogy integráció. Hiszünk abban, és fiataljainkkal is azon dolgozunk, hogy az itt tanuló diákok, fogyatékkal élő diákok találkozzanak nem fogyatékkal élő társaikkal, töltsenek el együtt egy sportos, mozgalmas, nagyon tartalmas, szép családi napot. Az eseményen volt színpadi műsor, arcfestés, sport és kézműves programok, valamint egy nemes üzenettel rendelkező örömfutás is. Az örömfutás lényegét tekintve, ahogy a nevében is benne van egy futás, amely attól válik örömfutásra, hogy nem a verseny, nem a versengés, nem a megtett táv a cél, hanem az, hogy együtt. Együtt, kézen fogva, együtt futva, fogyatékkal élő és nem fogyatékkal élő, közösen teszi meg a távot, együtt, és ez a legfontosabb célja is, hogy együtt teszik meg ezt a távot, az összefogást, az integrációt szimbolizálja. A Bárczy iskola mellett a Ridenc diákjai is megjelentek. A rendezvényt közel 50 önkéntes és civil szervezet segítette.